Szóval mi történik a kriptopiacon? Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Ezt a címet adtam a mai nap, illetve nem is csak a cím a lényeg, hanem olvasom, nem értek a kriptopiachoz, nem értem a kriptopiacot teljesen, hogy hogyan működik. A kriptotőzsdét végképp nem, de mindegy is. A folyamatot viszont látom, hogy omlik, és minden jobban omlik, annál gyorsabban omlik. És azt látom, hogy az úgynevezett kisbefektetők, akik akkor szálltak be, amikor ment felfele, viszont már eléggé fölfele tartott, azok most konkrétan látják elolvadni a pénzüket, és fogják a fejüket, hogy hova lesz a pénzük. Hát nem olyan nehéz kitalálni, tehát van egy zárt dolog, amit úgy hívnak, hogy tőzsde, ugye, és tehát ott van egy termék, amit hogyha vásárolnak, minél többen vesznek, annál nehezebb hozzájutni, és annál drágábban lehet csak hozzájutni, és ők egyre drágábban jutnak hozzá. Aztán, amikor meginog a bizalom, ezok után a kriptovaluták után, vagy kripto termékek után, akkor ugye mindenki el akarja adni, és azon az összegen, amin ő gondolja, hogy el tudja adni, azon nem biztos, hogy el tudja, mert nem biztos, hogy van rá vevő. Tehát eladás csak akkor van, ha annak van vevője is. Na most ez általában van egy olyan spekulációs változata ennek a, mondhatnám, játéknak, hogy amikor valami belép, tehát nem feltételezek, hogy van benne összeomlás, nem feltételezek, hogy van benne akár csőd egy-egy bizonyos kriptonál, hanem csak maga a piac. Olcsó a kriptó, a nagybefektetőknek van, a kisbefektetőknek valamilyen módon elhintik, hogy azt meg kell venni, akár saját ötlet, akár marketing van mögötte, akár piaci befolyásolás, teljesen mindegy. A nagy befektetők rendelkeznek vele, de bejönnek a kis befektetők, elkezdik venni. Ugye egyre drágábban tudják csak venni, hiszen mindenki venni akar, és a nagy befektetőnek az egyre minél nagyobb profitot hozzon össze belőle. Ő eladja az összeset, ugye akkor már az árfolyam lényegesen magasabban van. Ott nem történik új vétel, hiszen már a nagy befektetők eladták, már olyan drága, hogy már elkezdenek gondolkodni az emberek, hogy ennyit megír-e egyáltalán, és hogy még fölfele fog-e változni az ára, mondjuk az eléri a csúcspontot, és elkezd visszafele indulni az ár, akkor ugye a kisbefektetők elkezdik viszont eladni, ha szerencséjük van saját árukon, ha nincs, akkor lejjebb, ahol csak tudják, de eladják, aminél egyre kisebb összeg ér, ugye esetleg a nagy befektető veszi vissza, és ő, amit adott esetben mondjuk 10-ért adott el, fölment mondjuk 30-ra, és amikor esik vissza, újra 10 körül van, ott újra felvásárolja, ezzel stabilizálni fogja azt az állapotot, hogy 10 körül mondjuk megáll. Na, ekkor jön újra a kisbefektető, tehát én így látom ezt a kriptópiacnak egy bizonyos szegmensét, de amúgy a tőzsdét is, hogy vannak ugyan világpiaci helyzetek, illetve történések, amik változtatnak ezen az áron, egy cégvezetés, egy menedzsment váltás, bármi ilyesmi tud befolyásolni, de nagy többségében sokkal inkább a vétel és az eladás közti irány, illetve a pánik, a bármi egyéb külső befolyás az, amit teszi. Ugye első körben a kriptó azt látszik, hogy ott vannak problémák, vannak érdekességek ez ügyben, viszont ez egyelőre ott van a piacon. Én tegnap, azt hiszem tegnap, hát most a videóhoz képest lassan 4-5 napja olvastam egy cikket erről, miszerint ugye a pánik most már kisbefektetőket teljesen maguk alá gyötörte, a pénzük nagy része, tehát pontosabban a nyereségük nagy része az elégett, elolvadt, és ilyenkor ugye mindegyik kapkod a zsebéhez, már hogy eladjon, ami én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a sima tőzsdén, nem a legjobb megoldás veszteséggel ment, hogy bukó ágba eladni, de nyilván mindenki a saját vérmérséklete. Nem jó stratégia szerintem az, hogyha folyamatosan nézi valaki az árfolyamát, de ez szintén a saját döntése, hanem, és az meg a végképp, amikor valaki a életére szánt pénzéből játszik, illetve hát igazából tőzsdézik, hiszen a kriptó is szerintem egy teljesen kiszámítatlan tőzsdei dolog, illetve a másik, illetve a harmadik legnagyobb probléma, ha valaki áttétellel csinálja ezt. Tehát ezt értsd úgy, hogy ugye valamilyen hitel, vagy valami olyan pénz, ami nem teljesen a sajátja, a befektetői akármi, és azt teszi ugye át egy másik piacra. Itt az a gond, hogy ha az egyik piacon történik valami, akkor ugye a megfelelés is ugrik. Tehát mondjuk adott esetben a hitelből megy el valaki tőzsdézni, vagy éppen kriptózni,
akkor ebből az a probléma, hogy ha bezuhanna a tőzsde vagy a kriptó, attól még a hitel a nyakába van. Ha ennek ellenére is tudja fizetni, és nem okoz neki gondot, akkor természetesen nem akkor a probléma, bár a nyereség is ugye lényegesen kecsegtető, viszont a veszteség is lényegesen nagyobb tud lenni. No hát ezt gondoltam, remélem érthető volt, hogy a kriptót miért hoztam ide, illetve a 2022 május végi kriptó problémákat miért hoztam ide, mert vannak, és tényleg csak pillanatok kérdése, hogy mikor romlik össze teljesen. Tehát az a bezuhanás, ahol most van, ez nem átmeneti ilyen szerintem, és nem eseti egyedi, hanem ez egy tartós zuhanás, hogy akár még tovább is fog esni akár, vagy lehet, hogy be is kell fagyasztani a kereskedését, ezt majd ugye a történelem fogja megmondani. Remélem, mire ez a videó adásban megy, addigra valamit azért lehet tudni, mert most egyelőre elég homályos az információ felőle, tehát csak az olyan negatív típusú információk jönnek, ami még eladásra serkenti az úgynevezett átlag Béla felhasználót. Kíváncsi leszek, hova fog elvinni ez. Majd nyilván jövök és beszámolok, de ugyanilyen kicsit messziről, mert nem annyira látom át a kriptót, illetve nem is vagyok érdekelt benne. No hát köszönöm, hogy meghallgattál, remélem érthető volt, hogy egy, hogy miért hoztam, kettő, hogy mit akartam átadni, és ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, nem vagy feliratkozva a csatornámra, akkor ugye meg tudod ennek is csengettyűvel, ha pedig a hírlevelemre vagy feliratkozva, akkor tedd meg kérlek www.szucstamas.hu, lemész legalúra és ott van feliratkozó. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltál, szia!